Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Lélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a szeretettel. Nagy szeretettel köszöntöm az EVTN Katolikus Televízió kedves munkatársait, akik itt imádkoznak ebben a szentmisében a misszió ügyéért. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, akik a készülékek előtt kísérik ezt a szentmisét, és szándékukkal egyesülnek a mi szándékunkkal. Felajánljuk ezt a szentmisét, ebben az Úr Jézus áldozatát a mennyei atyának. Kérjük a Szentléleknek az egyesítő kegyelmeit, hogy ebben a romlásnak induló világban a Szent Háromság egységéből azt az Isten gyermeki méltóságot éljük át, amire a hivatásunk és amiben küldetésünk van megújítani ezt a világot. Különösen is most a föltámadás napjaiban, amikor az Úr Jézus dicsőséges megjelenése 40 napjában az Úr Jézus mennybe meneteléig, állandóan gyakoroljuk a hálaadásnak és az ő személyes jelenlétének azt az elfogadását, ami egy egészen különös személyes alkalom,
a földi, emberi mi voltunknak a javát, a minőségét hívja ki az Úr Jézus, és ezzel a minőségi ajándékkal viszonozzuk a hálát a Jóistennek, és ezt osztjuk ki egymás számára. És ez a missziója, a küldetése a televíziónak is, megszólítva mindenkit, szívét utolérve kérjük az Úristent, hogy áldjon meg bennünket, minden gondolatunkat, szavunkat, hogy egymás üdvösségét munkáljuk. Az élő és az elhunyt takról majd az egyetemes könyörgésben emlékezünk meg. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Urunk, Istenünk, évről évre megemlékezünk húsvét szent titkáról, amellyel helyreállítottad az ember eredeti méltóságát, és megadtad a feltámadás reményét. Kérve kérünk, add, hogy amit hittel ünneplünk, azt örök szeretetből elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. A főpap és akik vele tartottak, vagyis a szaduceusok pártja, féltékenységből elfogták az apostolokat, és nyilvános börtönbe vetették őket. De az Úr angyala éjszaka kinyitotta a börtön ajtaját, kivezette az apostolokat, és így szólt hozzájuk. Menjetek, álljatok ki nyíltan, és hirdessétek a népnek a templomban az örök életről szóló tanítást. Az angyal szava szerint virradatkor be is mentek a templomba, és tanítani kezdtek. Amikor a főpap és kísérete megérkezett, összehívták a főtanácsot, vagyis a zsidó nép összes véneit, és üzentek a börtönbe, hogy vezessék elő az apostolokat. Amikor a szolgák odaértek, nem találták őket a börtönben. Visszatértek tehát, és jelentették. A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is ott álltak az ajtók előtt, de mikor benyitottunk, odabent senkit sem találtunk. A templomőrség parancsnoka és a főpapok a hír hallatára nem tudták elképzelni, mi történhetett. Egyszer csak beállított valaki, és hírül hozta. Azok a férfiak, akiket a börtönbe vetettetek, a templomban vannak, és tanítják a népet. Ekkor a parancsnok szolgáival együtt elment,
és elővezette őket. Erőszakot nem alkalmaztak, mert féltek, hogy a nép kövekkel támad ellenük. Ez az Isten igéje. Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy örökké éljen minden ő benne hívő. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így tanított Jézus. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez. A világosság a világba jött, de az emberek
jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy. Hadd jusson nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben művelte. Ezek az evangélium igéjé. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a Szentleckében egy nagyon érdekes háborúról hallunk. Egy olyan háborúról, ami senkinek nem árt, sőt, mindenkinek használ, és nagyon érdekesek a jellemzői. Ahogyan hallottuk az apostolok cselekedeteiben, Péter és János apostol meggyógyítanak az ékes kapunál egy béna koldust. A koldus emiatt nagy örömében ugrál és hangosan kiáltva ad hálát a templomban, emiatt nagy tömeg gyűlik össze, és ez hangoskodik és butogat a két apostolra, akik meggyógyították, és Péter mondja, hogy bocsánat, nem mi vagyunk valami rendkívüli Mikulás bácsik, hanem az Úr Jézus gyógyította őt meg, aki föltámadt, akit ti keresztre feszítettetek. Péter apostolban most már olyan bátorság van, hogy nyíltan tudja, hogy nagyon szereti az Úr Jézust. Az Úr Jézus megbocsátotta az ő tagadását, most már színre lép, hallgat a Szentléleknek a belső indítására, és a gyógyítás után tanúságot tesz Jézus istenségéről. Ebben a templomban, hogyha valaki főpap, az Jézus Krisztus az Isten, a második isteni személy. És ő ennek az isteni főpapnak a tanúja, mint azok körében, akik itt nem értik, hogy hogyan történt ez a gyógyulás. És amikor börtönbe zárják őket, akkor nem a maga ösztönös börtönviselt szolgai ösztönei érvényesülnek, a félelem, az ellenségek iránti gyűlölet, valamiféle olyan huncut szabadulás, amiben valahol meg tud lógni, és utána üthetik a nyomát, hogy úgyse fogják megtalálni. Nem, ők teljesen másképp gondolkoznak. Az angyal kivezeti őket a börtönből, és ők tanítanak. És ez egy küzdelem, ha szabad mondani, háború. A szavak háborúja. Ahol Péter apostolt a szeretet és az igazság vezeti. A tanúság tétel Jézusról. És amikor a főtanács, akik már az Úr Jézust 50 nappal előtte halálítélték és keresztre feszítették, kellő gyűlölet van bennük az Úr Jézus után az apostolok iránt is, maradnának csömbbe és húzódnának meg, hogyha már Jézus meghalt, akkor ne szóljanak egy kukkot se, ezek meg itten hangoskodnak. Csak hogy itt nem egy emberi gitegyletről van szó a hangoskodásról, hanem egy örömteli tanúságtételről, mégpedig a föltámadásról, ami az egész emberiségnek szól. Nem csak annak a főtanásnak, akik majd megpukkadnak gőgükben és irítségükben, hanem minden egyes embernek örömhír, maga a gyógyítás is, a gyógyulás, és az, hogy az Úr Jézus az egész emberiség számára az, aki eljött, akiről nem lehet hallgatni. Ez a háború elkezdődött, és azok, akik az Úr Jézust elítélték, most kínos helyzetben vannak, mert vagy elismerik a gyógyulást, és akkor igaziból illene örülniük. Képzeljétek el, hogy valamelyik rokonoktól kijön a kórházból gyógyultan, és emberek, akik örültek annak, hogy beteg, majd megpukkadnak, hogy épp és egészséges. Micsoda dolog ez? Itt erről van szó. Abszolút nem normális magatartás. Itt nem egy igazságot védő szervezetről van ebben az esetben szó, hanem
valakit megöltünk, aki visszajött és él, és Isten, és főpap, és most meg kéne térni. Egy nagyon nehéz feladat. És az apostolok kellő alázattal, szerénységgel, de határozottsággal mondják azt, hogy igen, Jézus él, értetek él, és változzatok át, és fogadjátok előt. Ez a háború azóta 2000 éven keresztül tart, és az egyik oldalon ott van az a szörnyű emberi tévedés, ami valahol a bűn miatt kibicsaklik, és ahol a valami gyűlölet, irítség, dac, vagy valamiféle olyan kártétel vezeti az illetőt, amiben már csak a saját szűk világában gondolkozik, annak a számára nyilván bosszúságot jelent az Úr Jézus. És mindenféle dologgal hivatkozik, hogy Jézus nem is élt, tehát én is gyerekkoromban ezt tanították nekem, hogy Jézus nem is volt történelmi személy. Aztán kiderült, hogy a 60-as években szovjet tudósok megállapították, hogy lehet, hogy mégiscsak történelmi alak, és hát ha a szovjet tudósok ezt mondják, akkor attól kezdve úgy van, ha ők azt mondják, hogy nem úgy van, akkor az nem úgy van, és stb. És a kettős nevelés az volt, amikor otthon azt tanították, hogy Jézus a föltámadott él, az iskolában pedig meg elhangzanak azok a dolgok, amik szerint sorba kell állni, és végre kell hajtani azt, amit megparancsolnak nekünk, és akkor kiderül, hogy itt a fegyelem és a sorbálás helyett valaki ugrál gyógyultan örömében, és hálát ad az Istennek. Hát micsoda dolog ez? Ez a háború. És mi keresztények hajlandók vagyunk az igazság, a szeretet és az örök élet oldaláról nézni a dolgot, hiszen ajándékba kaptuk. Az Úr Jézus, amikor a legszörnyűbb szenvedések között megbocsát nekünk, micsoda ajándék ez? És amikor a föltámadáskor mindenki gyönge, a boldogságos szűzanyát kivéve persze, maga módján mindenki valamit csinál, ami Mária Magdolna nem ismeri föl, az emmauszak mennek haza, hogy elegünk van, a Tamás azt mondja, hogy ha nem érintem, nem hiszem, mindenki okos. És az Úr Jézus a maga isteni bölcs pedagógiai szeretetével megjelen, azt mondja, hogy salóm, béke, és mindegyiket kihozza a maga kis labirintusából, és összegyűjti őket, és akkor már együtt halásznak, és együtt dolgoznak, és hirdetik közösen, a tanúságot tesznek, és gyógyítanak, és elmennek az akkori egész világra, a Római Birodalom területére, sőt, Tamás apostol elmegy Indiáig 52-ben, és a többi apostolik is túllépik a Római Birodalom határát. Ma háború van, és a rózsafűzér az, amiben ez a háború különleges módon jelen van. A szomszédba mentem át tegnap este, beszélgettem ott az emberekkel, éppen a háborús hírekről beszéltek, és mondtam, hogy kezdjétek el a rózsafűzért. Miért? Mert az senkinek nem árt, de mindenkinek használ. Ez egy olyan háború, ahol az Úr Jézusnak a története, a megtestesült élete előttünk áll. És már korábban említettem Immaculée Ilibagiza tanúság tételét, aki Ruandában egy szörnyű 3 hónapos vérontás alatt több mint 1 millió tuszit öltek meg a hutuk, és ő maga egy kis WC-ben haton magával 90 napig tartózkodott, és 29 kilóra lefogyott, minden nap több órát imádkozta a rózsafűzért. És azt mondta, hogy ez volt az egyetlen vigasztalása. És a rózsafűzér titkai által, a rózsafűzér, amit az édesapjától kapott, aki aztán szintén áldozata lett ennek a vérengzésnek,
ebben a rózsafűzérben különös módon megélte azt, hogy Jézus embersége által marad ő is ember. És amikor kiborul egy fiatal asszony megölésén és a kislánya széttépésén, és már panaszra fordul az Úr Jézus ellen, akkor az Úr Jézus megszólal, hogy ezek mind gyermekeim. És csak Jézus tudja ezt mondani olyan belső erővel és az igazság azonosságával, hogy ettől a mondattól kezdve képes az ellenségeiért is imádkozni, képes nekik Jézus találkozásának az élményében megbocsátani, és számára a rózsafűzér egy különleges isteni jelenlét, ami egyedül teszi őt képessé arra, hogy ebben az őrült helyzetben ember maradjon. És most nagyon szeretném fölkínálni a lehetőséget arra, hogy minden kedves tévénézőnek el tudjuk küldeni ingyen ezt a könyvet, mert nagyon szeretném, hogyha minél többen olvasnák. Úgy gondolom, hogy ez a harmadik évezred konfliktusaiban és háborúiban az egyetlen kivezető megoldás. A rózsafűzér, amit a szűzanya kér, és a rózsafűzér imádkozásában az a belső találkozás Jézussal és a történetével, ami által megéljük azt a valóságot, hogy mit jelentett Jézusnak emberként élni köztünk, és mit jelent nekünk méltatlan körülmények között Jézus által emberként élni, másokról üdvösen gondolkozni, ahogyan az Úr Jézus azért jött, hogy el ne vesszen, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És a másik történet, ami rendkívül fontos, már meg kellett volna épülnie az engesztelő kápolnának a 30-as évek végén, de aztán mindenki kiúzózkodott mögőle, és amikor aztán bomba robbant a városmajori, budai városmajori templom mellett, és a földig futó ablakon keresztül a repesz szétrobbantotta a tabernákolomot, és a szentély tele volt széthulló kis szentostyákkal, akkor három püspök kérdezte meg a Natália nővért, hogy akkor most mit tegyünk, gyorsan építkezzünk? És azt mondta a Natália nővér, nem, a szűzönye azt mondta, hogy ez a jel, hogy elkéstetek. De hát akkor mit csináljunk? Hát térjetek meg, és majd, hogyha megépítitek a kápolnát, akkor újra visszatérek. Most már igazán itt van a kápolna megépítésének a küszöbe. Adja Isten, hogy nehogy úgy járjunk, mint az előző háborúnál, hogy már kezdtük építeni, és szétrombolták, csak minél előbb kezdjék már el, bárhogy is csak kezdjék már el. Nem az emberi dolgokról, versengésekről, és nem tudom mikről van itt szó, hanem arról, hogy aggódunk-e az üdvösségünkért szívből és lélekből, és aggódunk-e embertársainkért, akiknek igazán meg kell térnie. Mert Jézus Krisztus tagadása nem emberi magatartás. Mint ahogy Jézus Krisztus elítélése 2000 évvel ezelőtt nem volt emberleg helyes magatartás. Igazságtalan volt, törvénytelen és súlyos bűn volt. És tagadni ezt a Jézust, és Jézus nélkül élni, nem tudunk méltó módon emberként élni, és egymással emberként élni, hogyha nincs bennünk a föltámadt Jézus elfogadása, békéje, a megbocsátás és az emberi összetartozás, ahogyan az Úr Jézus bennünket szolgált, és nekünk is szolgálnunk kell egymást. Elég világosan beszél Jézus, az ítélet ez, a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tettei gonoszak voltak. Állítom, mindenki kivétel nélkül tudja, hogy miről beszél Jézus. És ezért óriási szeretettel, Jézustól küldött szeretettel kérek mindenkit, váljék mindenki a világosság tanítványává.
és mindaz a bosszúság, lesöprés, gyűlölet, látszólagos közömbösség, valamiféle igaztalan elutasítás ne legyen tovább a magatartásunk. Háború van, mert a szívekben van háború. És a szűzanya fölkínálja nekünk a rózsafűzér által a szív békéjét, és akinek a szívében béke van, az békét áraszt maga körül is. A missziónk egyértelmű, és ez a 40 nap az Úr Jézus föltámadásától a mennybe meneteléig különös fontossággal bír, hogy együtt munkálkodjunk azzal az örömmel, ahogyan az Úr Jézus sálommal, békével köszönt bennünket, és ahogy küldetésünk van ezt a békét, az igazságot megélni másokkal. Amen. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért. Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vívő utat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igazi tanítói legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. És a könyörgések között első helyen hagy köszöntsük Tordai Ildikót, a Bonum munkatársát. Születésnapi alkalmával szeretettel gratulálunk neki, és kérjük Isten áldását élete további részéhez, jó egészségben, és hogy el tudja a szolgálatát látni közöttünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Imádkozunk az elhunytakért, Kovács Károly halála 5. évfordulóján, elhunyt Kelemen Györgyért, feleségért és szüleiért, elhunyt dr. Farkas Csamangó Lajos lelküdvéért, Móra Alomról, elhunyt Tiborért, elhunyt Klára édesanyáért, fia Csabáért és Károly édesapáért, egy édesanya 51 évesen elhunyt fia lelküdvéért, néhai dr. Antalóci Zoltán és neje Edit lelküdvéért. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk Dániel Alberich Molnár család dért Fótról, imádkozunk Belinda, Szilvia, Anikó és Eszterért, valamint hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozunk beteg Imréért és családjáért, Lászlóért és gyermekeiért, Ibolyáért, gyermekeiért és unokáért, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Imádkozunk nagybeteg Ildikóért, György Andrásért, Róza Neiért, Albert András és Klára gyermekeiért, Bálint, Ferike és Rózsika testi-lelki gyógyulásáért, élő Arankáért, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Imádkozunk Zsuzsa gyógyulásáért, gyógyulási szándékra, Isten áldását kérik Valéri és Valika életéért, gyermekeit egyedül nevelő édesanyáért, egy idős házaspár Covid-ból való gyógyulásáért, Anna gyógyulásáért, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Imádkozunk elhunyt Györgyért, elhunyt szülőkért, testvérekért és nagyszülőkért, a élő Aranka családjával kapcsolatban, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, szent lelked erejével újjászülessünk, és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházi alára. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Hadd kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük fel szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged. De különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lettértünk Krisztus, a húsvéti bárány. A világosság fiai lettünk, és örök életre születtünk általa. A mennyország ajtaja kitárul nékünk, mert fiat halála óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás, és feltámadása által mindnyájan új életre támadunk. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Sanctus, Sanctus. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat.
amíg el nem Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett. Csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, a kínai vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. A hitért, a békéért így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk el kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének és Jézusnak Spazio.
az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Békességet hagyok rád, ó, halleluja. Az én békémet adom nektek, halleluja. Hálát adjatok az Úrnak, mert az ő irgalmassága örökké való. Az Úr jobbja győzelmet szerzett, az Úr jobbja felmagasztalt engem. Az Úr jobbja győzelmet szerzett. Békességet hagyok rátok, halleluja. Az én békémet adom nektek, halleluja. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe.
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Rövid hirdetések következnek. Nagy örömmel jelentem a kedves nézőknek, de a helyben lévőknek is, hogy elkészült a májusi műsorújságunk, egyben a programunk, és a címlapján pedig Tóth Kálmán atya van, Madocsaja Bea cikkét olvashatják, majd azok, akik megkapták és megkapják, és reményeink szerint, ha máskor nem, akkor legkésőbb péntekig megkapják ezt a műsorújságot. Ha most megengedik, akkor egy kicsit hosszabban ismertetném a májusi programokat, és érdemes megnézni, illetve lapozni a műsorújságunkat, mert hogy nagyon sok változás van, készülvén az előttünk álló Mária hónapra. Rögtön most május 1-én vasárnap ünnepi szentmisét fogunk közvetíteni Munkás Szent József ünnepén, Szentkúti zarándoklathoz kapcsolódva, Mátraverebély Szentkútról. Tehát, ha tehetik, akkor feltétlenül éljenek a lehetőséggel, és csatlakozzanak hozzánk. Mi is elindulunk már reggel, minden részlet megtalálható a Missio Toursnak az oldalán. Ha minden jól megy, és a technikai kollégák nem borulnak ki teljesen az ötleteimtől, akkor már reggel be fogunk jelentkezni az indulásról, de a szentmisét mindenféleképpen élőben fogjuk közvetíteni, ami 11 órakor lesz, tehát Mátraverebély Szentkúton, ha máskor nem, akkor 11 órakor találkozhatunk a helyszínen, illetve ha valakinek tényleg nem tud eljönni, akkor a televízió képernyőin keresztül. A szentmisét több alkalommal megismételjük, így kedden délben, illetve szerdán, május 4-én, este 8 órakor is. Vasárnapról lévén szó, tehát vasárnapi szentmisét, de azt hiszem, hogy mindenféleképpen érdemes ezt az alkalmat megismételni, hiszen a főcelebráns és a szónok is Böjte Csaba testvér lesz, akivel az előbb is beszéltem, és mindenféleképpen a ötlete, a kezdeményezéséhez feltétlenül érdemes csatlakozni, imádkozzunk a békéért, ami eléggé foszladozóban van körülöttünk. Május 5-én csütörtökön folytatjuk a Szent Rita 9-et, a Nagy 9-ednek a közvetítését, egészen majd egész 22-ig, tehát akik nem tudnak eljönni erre az alkalomra, amit ugyancsak az atyáik felajánlanak a békéért, akkor itt a televízió képernyőjén keresztül, illetve a televízió, illetve a kápolnának, a templomnak a közvetítő rendszerén keresztül is tudnak csatlakozni hozzá, úgyhogy bátran keressék a közösségi térben a Facebookon, mert az atya ezt is közvetíti. Most igaz, hogy volt egy kis pauza, mert technikailag nem tudták megoldani, az atya koronavírusos volt, de most már minden rendben van, úgyhogy keressék, csatlakozunk, kérjük Szent Ritának a közbenjárását. Május 7-én szombaton az Országos Szeretetláng ima találkozót közvetítjük élőben, ezért lényegében teljes egészében az ő programjukhoz fogunk igazodni, tehát reggel 9 órától kezdődik a Szeretetláng ima találkozó, 10 órakor Eperjes Károly színművész úrnak lesz többek között a tanúságtétele. Aztán 12 órakor élőben közvetítjük a Szent Misét, ahol Jenei Gábor atya lesz a főcelebráns, és 14 órakor a Családok Szeretetláng rozsafűzérét közvetítjük, és ez egészen el fog tartani a Irgalmasság rózsafűzére utánig, ahol Kindelman Győző nemzetközi koordinátor buzdítását is élőben közvetítjük. Ha most már megengedik egy kis gondolatot, ide beszúrok, ugyanis ezen a napon Esztergomban mindszenti zarándoklat lesz, a két program eléggé összeütközik a mi életünkben is, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy mind a két helyen ott tudjunk lenni, és mind a két helyről élőt tudjunk közvetíteni, tehát dolgozunk rajta, ha sikerül technikailag, illetve minden szervezést megoldani, akkor közvetíteni fogjuk a mindszenti szentmisét, ellenkező esetben maradunk itt az Országos Szeretetláng ima találkozónál. Ezt az ima találkozót a folyamatos igények és kéréseknek elegettéve vasárnap 9:30-kor fogjuk megismételni egy az egybe, tehát ezt az alkalmat, tehát 9:30-kor vasárnap megismételjük. Május 10-én kedden salkaházi imaestet közvetítünk és szentmisét az örökimádás templomból. Ha tehetik, akkor az Üllői úti templomot feltétlenül keressék föl. Azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit megállnunk. Rengeteg alkalom adódik arra, hogy megálljunk, elmélyedjünk, imádkozzuk és kérjük
a nagy szentjeinket és elődjeinket azért, hogy akár itt az országban, akár az ország határain kívül is a béke újra ránk találjon. Május 11-én lesz ismételten médiamissziós szentmise. Ezúttal is hálásan köszönünk minden anyagi támogatást, amivel lehetővé teszik ennek a médiamissziónak a működését, fönnmaradását és fejlődését. Ezen a médiamissziós szentmisén minden támogatóért, aki az elmúlt 12 évben imádkozott, anyagilag támogatta a televíziót, ide fogjuk hozni az oltára, és majd arra fogjuk kérni a Domonkos Atyát, hogy mindannyiunkat vigye az Úr elé, és adjunk hálát egyenként, személyesen önökért, hiszen önök nélkül ez a televízió, ez a médiamisszió nem jöhetett volna létre, és nem is működhetne. És már is a technikai kollégáknak adtam egy kihívást, ugyanis ugyanezen a napon, tehát 18 órakor salkaházi estet közvetítünk a D50 kulturális központból, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye központjából, innen Budapestről. Tehát ha tehetik, akkor nyugodtan vegyenek részt ezen alkalmon is. Még a pandémia ideje előtt indította útjára ezeket az esteket a Bíboros Atya, majd ezek egy picit szüneteltek, de most újra indulnak itt a D50-ben. Az első előadó Barsi Balázs Atya lesz az ember megváltoztatására irányuló törekvések című előadásával. Jövő hónapban maga a Bíboros Atya fog előadást tartani, tehát éljenek a lehetőséggel, ez körülbelül egy óra lehető a maga program. Ezeket az alkalmakat is természetesen többször majd meg fogjuk ismételni. Május 13-án engesztelő imanap lesz, Fatimai engesztelő nap, szokásos helyről mégpedig a Sziklatemplomból fogjuk közvetíteni. Május 22-én Szent Rita búcsú lesz, csatlakozzanak, rengeteg lehetőség áll mindannyiunk rendelkezésére. Azt tudják, hogy a szentmisék élő közvetítése az egy hihetetlen nagy csoda, de azért nem tudják pótolni azt a lehetőséget, amit ott kapunk maga a templomban. Szent Rita templom itt van Budapesten, van máshol is, de azt hiszem, hogy itt Budapesten ez egyetlen. Rengeteg, egy kegyhely, egy zarándokhely, érdemes legalább egyszer fölkeresni, és a lehetetlennek tűnő problémáinkat Szent Rita lába elé helyezni. 9 óra 30 perckor fogjuk közvetíteni az első szentmisét, 11 órakor a következőt, ezúttal is elnézést kérünk mindenkitől, aki majd ezen a délelőttön úgy érzi, hogy a mise televíziója lettünk, de azt hiszem, hogy van miért imádkozni. Az ünnepi szentmisét Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsekatya fogja bemutatni, ezt a szentmisét pedig megismételjük még ugyanazon nap 5 órakor. Engedjék meg, hogy egy nagyon fontos pillanatra hívjam föl a figyelmet az életünkben, ugyanis már jó ideje készülünk arra, hogy elindítsuk a heti ProLife című műsorunkat, ami lehet, hogy egy műsornak tűnik, de egyáltalán nem erről van szó. Egy olyan ügy mellett szeretnénk letenni markásan a voksunkat, olyan ügy mellé szeretnénk állni, ami nem azért, ami azt hiszem, hogy 1956 óta így bennünket is kísért Magyarországon. Ezért élőben közvetítjük azt a szentségimádást, amit az abortuszokkal Magyarországon elkövetett bűnök engesztelésére mutatnak be minden hónap 28-án, 19 órakor a Sziklatemplomban. Ez a nap viszont rendkívüli nap lesz itt a televíziónk életében. Ha minden jól megy, és mindannyian össze tudjuk kapni magunkat, és lesz elegendő imahátterünk is, hogy ez tervezetteket, tehát egyrészt a műsort, másrészt pedig azt a telefonos szolgálatot, amit Keresztes Ilonáik vállaltak és a szakemberek, amit úgy neveztünk el, hogy EVTN ProLife telefonvonal, lehető legtöbben tudják hívni. Tehát kérem, imádkozzanak erre a szándékra, viszont hogyha valakinek úgy érzi, hogy kérdése van, vagy éppen érintett, akkor bátran hívja ezt a telefonvonalat, ami 061-808-95-55. A vonal végén 19 óra és 22 óra között lesznek ott a szakemberek, de erről még az előttünk álló hetekben bőven fogunk majd még beszélni. Most inkább azt kérem, hogy imádkozzanak ezért a kezdeményezésért, és ha lehetőségük van, akkor anyagilag is támogassák a televíziónknak a további fönnmaradását. Itt a Domonkos Atyával azért mi is sok minden mellett szövetkezünk, és többek között arra is, hogy próbáljuk meg egy kicsit így magunkat
katolikusokat jobban összeszervezni. Bizonyára látták az elmúlt időben, hogy mit tényleg próbálkozunk, és hogyha csak a Madocsai Béa kolléganőre nézek, akkor a hetente jelentkező Haladjunk Együtt című műsor is, hát erről szólna. Tehát elindult a szinódus, még előttünk van egy pár hónap, év, és nyugodtan, bátran jelentkezzenek, hogy számoljanak be, hol tartanak a szinodális úton. Tudom, ez egy jó kérdés, de azt hiszem, hogy bejáik ezt sokszor taglalják és kifejtik, hogy mi is ez a szinodális út. Tehát a plébániai közösségek, szerzetes közösségek, egyházmegyék, szóval mi szívesen adunk teret és felületet, lehetőséget, hogy jobban megismerjük egymást. Azért, hogy jobban megismerjük egymást, érdemes egy picit nem csak a határainkon belül, hanem azon kívülre is tekinteni. Talán az elején azt mondtam, hogy érdemes és van miért imádkozni. És higgyék el, hogy nem reménytelen. Ugyanis Atyait már sokszor beszélt Megmaradtam hírmondónak című könyvről, és én nagyon köszönöm atyának, hogy felajánlott jó pár könyvet arra, hogy ezt el tudjuk juttatni önöknek. Ha akarja valaki, akkor támogassa, de ha nincs rá mód, akkor azoknak is szívesen elpostázzuk. Ez egy olyan könyv, ami a ruandai mészárlás után születik egy túlélőnek a tollából, és mégpedig azért, hogy bármilyen borzalmakat is élünk át, vagy éltek át, van megbocsájtás. És valahol innen kéne nekünk elindulni, amikor letérdelünk, és amikor elkezdünk imádkozni, és amikor tényleg őszintén kérjük az Istent, hogy adja meg nekünk a megbocsájtás kegyelmét. Tehát, ha valaki szeretné ebből a könyvből kapni, akkor nyugodtan az előttünk álló napokban hívja a közönségszolgálatunkat, egyébként keresse e-mailen a közönségszolgálatunkat, és akkor szívesen ezeket elpostázzuk, de még majd itt a Horányi Eszter kolléganőt is megkérjük, hogy a délelőttben mondja el. Úgyhogy ennyi a hirdetés, tudom, hogy kicsit hosszúra sikeredett, de hát egy nagyon izgalmas és egy nagyon gazdag hónap előtt állunk. Észrevételük van, javaslatuk van, bátran keressenek bennünket, igyekszünk eleget tenni, és hát ne felejtsék el, június 19-én, ja remélem jól mondom, Teleton, és elkezdődik egy túlélési gyakorlatunk. Azt hiszem, van miért, és van mit mondanunk. Az a célunk, hogy ez a televízió a remény hangja legyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm atyának a folyamatos és áldozatos szolgálatát, kérjük, hogy a kitartását, és most pedig az áldását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, járjatok békével! Istennek legyen hála! Néhány perccel ezelőtt hallgatva Domonkos atya komoly, szép gondolatait, hirtelen, illetve nem is olyan hirtelen eszembe jutott Pilinszky János egészen rövid néhány soros kis verse, az Intelem. Mielőtt elmondjuk Angelika anya imáját, ezt a néhány sort hallgassák meg. Ne a lélegzetvételt, az ihálást, ne a nászasztalt, a lehulló maradékot, hideget,
árnyakat, ne a mozdulatot, a kapkodást, a kampó csöndjét, azt jegyezd. Arra figyelj, amire városod az örök város, máig is figyel, tornyaival, tetőivel, élő és halott polgáraival. Akkor talán még napjaidban hírül adhatod azt, amiről hírt adnod itt egyedül érdemes. Írnok, akkor talán nem jártál itt hiába. És akkor most imádkozzuk el Angelika anya imáját. Ó Istenünk, menj és föld ura, egyedül téged illet a dicséret, hiszen általad jöhetett létre mindaz, amiért dolgoztunk. Add kegyesen, hogy ez az első katolikus műholdas televíziós hálózat egyházad ragyogó szépségét hirdesse a világban. Add, hogy fiadat az örök igét dicsőítse ez a nagy mű, amely csak is a te kezed nyomán jöhetett létre. Áld meg a műsorokat, amelyeket sugároz. Ahogy a te szent igéd belőled árad, ó atyánk, ugyanez az ige jusson el, mindazok szívéhez, akik ezt az adót nézik vagy hallgatják. A szent lélek töltse el és ihlesse mindazokat az előadókat, akik műsoraiban a te igazságodat és egyházad tanítását hirdetik. Töltsd el erőddel ezt a televízió adót, add, hogy általa az emberek életszentségre törekedjenek. Egyházad terjesztésén buzgolkodjanak, bátran álljanak ki az igazság és az emberi jogok védelmében, és viseljék el türelmes lélekkel az esetleges üldöztetéseket. Atyai áldásod kísérje ezt a művet mindörökké. Amen.